Ausztriában, Tirolban kapta el a koronavírust ez a fiatal lány és a barátja. Ezt állítja abban a videóban, amit a YouTube-ra és a Facebook-ra töltött fel vasárnap. Egy tesztet sikerült kint elvégeztetni, mielőtt hazajöttünk. A kommentelők bíztatták, hogy tartsanak ki. Egy valaki pedig azt is megkérdezte, melyik kórházban ápolják őket. Erre azt írta a lány, hogy Szekszárdon. A videóban az is elhangzik, hogy a körülményeik jók, a vírus pedig enyhe lefolyású náluk. Egy aránylag rendben lévő szobában vagyunk, saját fürdőszobában. Mint a nagy könyvekben meg van írva, búvárruhába jönnek be hozzánk, illetve nem mehetünk ki a szobából. Ez az ember idegeire kezd nyilván menni. Vasárnap este sikerült a lányjal néhány szót írásban beszélnünk, reggel viszont már nem válaszolt, és a videó is eltűnt a Facebook profiljáról. Az eset miatt megkerestük a szekszárdi Balassajáros kórházat is. Igaz-e, hogy koronavírus gyanús, vagy már igazoltan fertőzött betegeket kezelnek? Ők viszont ezt se nem erősítették meg, se nem cáfolták. Írásban az operatív törzset és a belügyminisztériumot is megkerestük. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy Tolna megyében tudnak-e koronavírussal vagy gyanújával kezelt betegekről, és hogy itt kezelik-e őket, vagy átszállítják egy másik kórházba, ha pozitív tesztet produkálnak. Híradónkig viszont egyik helyről sem kaptunk választ. Más helyről viszont úgy tudjuk, többen is hatósági karanténban vannak Tolnában, közülük hárman korábban külföldön voltak, ezért őket és a velük érintkezőket is megfigyelik. A szekszárdi kórházban a járvány megelőzése érdekében egyébként rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Ennek értelmében sok osztályon csak sürgős vizsgálatokat és műtéteket végeznek el, és a felső légúti panasszal érkezőktől azt kérik, hogy kerüljék a többi beteggel való érintkezést.